volt, aki bejött és jegyzőt kereste ezzel kapcsolatban, hogy nincs a tornába víz, és hallotta ezt a sztorit, hogy valaki elgátolta. Ezért, hogy mind jó magam, itt nőttem fel, mint hogy az önkormányzat le legyen védve, én még aznap délután, késő délután felhívtam a kormányhivatalt is Egerbe, ahol nem tudtak róla. Sőt, felhívtam, van a Bükki Nemzeti Parknak egy zöld száma, egy ügyeleti száma, őket is felhívtam, ők se tudtak róla, mondták, hogy segítenek mindenbe, jönni fog a területi képviselőjük, meg fog minket keresni, akik valóban jöttek is, meg ugye segítettek itt menteni a halakat. Sokan azzal vagdalóznak, még olyan emberek is, akik mellettünk állnak, hogy de már ő fölöttük is kiszáradt a tarma. Valóban felhívott engem a Bükki Nemzeti Park itteni területi képviselője, aki személyesen ment fel a tarna vízgyűjtő területére, és mondta, hogy nagyon szomorú a helyzet, ki van száradva az összes éréspatak, ami táplálja a tarnát, úgyhogy ne számítsunk jóra. Na de, senki nem foglalkozik azzal, hogy ezt leírják, és akkor megint az emberekben az van, hogy a gyereke ki is úgy is kiszáradt. De itt ő, ez, szerintem ő soha nem bontotta ezt a gátat, de ha is bontotta, arra vannak tanúk, hogy ő május óta minden nap locsol. Vannak például ott is lehet látni, mélyebb medrekben megvan a víz. Látom, hogy egy forkan. És hogyha itt nem hónapok igen. óta nem kap utánpótlást, igen. akkor lehet, hogy itt mindig maradna annyi ezekbe a medrek, hogy a kisebb állatok túléljék. Hogy... Senki nem locsolt a tarnából, hanem utakat fúrattak. Nagyon sok innyi és ismerősöm van, akik vándorolnak, mert ez is volt neki a magyarázkodásába, hogy ugye ő azért jött ide. Van olyan dinnyi és ismerősöm, aki 200 métert vándorol, minden évben fúrhat egy új kutat. És megteszi ezt azért, ilyen hogy... 6-8-10 ezer forintért fúrják méterét, ilyen 170 ezer forintból egy nagyon-nagyon jó út kijön, ami ott is maradhat, esetleg vissza lehet térni. Mondják azt, hogy nem jó az oltványnak a kuti víz. De ha ilyen ökológiai katasztrófa van, akkor legalább annyit megtetett volna, hogy fúratok egy kutat, a tarnából locsolok, azt a vizet meg a kútból engedjük vissza mederbe. Úgyhogy amióta neki ez benne van, és locsolt, akkor szerintem ugye vannak olyan információk, hogy meg úgy volt akkor is, ugye, hogy napközben duzzasztotta, éjszaka locsolt. Itt ugye, ha nem apad hónapokkal ezelőtt, nem kezd el apadni, akkor itt annyi víz marad, hogy az állatoknak az bőven elég. Mert most például, amikor 3-4 nap telt el, és az ilyen, már innen nem tűnik el olyan hamar a víz. Ez a Mátrában, ami volt augusztus 3-án, az a pici eső, az egy 3-4 nap múlva ideért. Ez ugyanez a szakasz, ami mellett most állunk. Augusztus 3-a. Úgyhogy azt kell látni, az ő gátja, ez teljesen, ezek a cseppvizek se tudtak erre leszaladni. Főleg ők napi szinten közlekedtek, a szivattyút elindítani, ellenőrizni, hogy van a víz. Gyerünk itt. Igazándiból már egy szabálytalan, mert nem szabad megbontani a gátot. Hogy itt, ahol a fű van, itt állt a szivattyú, amivel szivattyúzták ki a vizet. Ez egyébként egy ilyen benzines vagy dízelmotor hajtottás, tehát ez egy tényleg nagy teljesítmény. Milyen egy dízelszivattyú? Volt egy nagy teljesítményű dízelszivattyú, lent meg egy ilyen kis benzines szivattyú, ez is jóval kisebb, amivel ugye visszapumpálták azt a vizet, ami adott esetben átfolyt. És ott volt a gát, amivel meg miből földből volt? Hát homokzsákot látott az ott. Homokzsák, meg nájlonnal volt, ez gyönyörűen megtartott. Ezt precízen megcsinálva. Szakszerűen. Amikor idejöttünk, akkor ugye ezt csak felfedeztük, és akkor vittük a hírt a barátainknak, hogy gyerekek, nézzétek meg, hát itt a hiba oka, ez okozza nekünk a problémát, és akkor másnap reggel, mert ez délután volt valamikor, itt másnap reggel, 7 óra után már jöttek a fiúk, és akkor szétbontották ezt az egészet.